Tisztelt vezérigazgató úr, államtitkár úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen a Joint Venture Szövetségnek, hogy a kormány fejlesztéspolitikai célkitűzéseit makroszinten ismertethetem. Államtitkár úr az engem követő előadásban fog a mély szakmai kérdésekről disputálni önökkel, hiszen ez a munkamegosztás miniszterelnökség és minisztériumok között, amit a szervezeti átalakítás is tükröz. Mielőtt azonban a 14-20-as időszakról beszélnék, engedjék meg, hogy egy pár szót ejtsek a 2007-13-as időszakról. Már csak azért is, mert hiába ért véget tavaly december végén ez a 7 éves periódus, még idén és jövőre jelentős feladataink vannak akkor, hogyha valójában is el szeretnénk érni azt a célkitűzést, amit miniszterelnök úr egy egyedül elfogadható opcióként vázolt a kormányzat számára, méghozzá, hogy Magyarországnak forrásvesztés nélkül kell zárnia a 7-13-as időszakot. 2013-ban rekordösszegű kifizetést tudtunk produkálni. Évelején egy elég komoly polémia alakult ki köztünk és az ellenzék között abban a kérdésben, hogy Magyarország mennyit is lesz képes lehívni tavaly az Európai Uniós forrásokból. Mi azt mondtuk, hogy a tavaly előtti rekordszám hoz képest, mint egy másfélszeresét annak az összegnek, tavaly előtt 1054 milliárdot fizettünk ki, és 1500 milliárdot szeretnénk 13-ban. Ellenfeleink azt mondták, vagy ellen véleményen lévő szakértők, hogy ez lehetetlen, maximálisan 1200-1300 milliárd forintot tudunk kifizetni. Az élet mind a kettőnket megcáfolt. 1700 milliárd forint volt az, amit tavaly ki tudtunk fizetni, és ebben a tekintetben ismét rekordévet zártunk. Csak a legutolsó héten 154 milliárd forintot fizettünk ki. Ez azt jelenti, hogy ha ezzel az ütemmel, ezzel a 154 milliárdos forintos ütemmel folytatódnának a kifizetések, akkor nagyjából április-május fordulóján be tudnánk fejezni ezt a 7 éves periódust, és azt mondhatnánk, hogy minden erőnket csak az új időszakra lehet koncentrálni. Azt, hogy Magyarország esetében mit jelentenek az Európai Uniós források, azt a legszemléletesebben az elmúlt időszak pénzügyi keretösszege mutatja, hiszen a 7 év alatt 2000 milliárd forintot kellett befizetnünk az Európai Unió közös kasszájába, szembe azzal a 8200 milliárd forinttal, ami beérkezett, vagy beérkezik Magyarországra. Tehát azt mutatja, hogy az ország nettó nyeressége, pénzügyi nyeressége az Európai Uniós csatlakozás tekintetében az előző 7 évben 6200 milliárd forint volt. Azonban a kedvező számok az elmúlt évek igen pozitív eredményei sem teszik szükségtelenni azokat az átalakításokat, amelyekről az elmúlt időszakban döntöttünk, mert lássuk be őszintén, hogyha meg is teremtettük az ország képességét arra vonatkozóan az elmúlt 3 évben, hogy Magyarország ne veszítsen Európai Uniós forrásokat, arra a kérdésre, hogy valóban a leghatékonyabban használjuk-e fel ezeket a közösségi pénzeket, mert korán sem lehet ilyen magabiztosan igent mondani, sőt, talán azt is mondhatnám, hogy nem, nagyon sok olyan forrást égettünk el az elmúlt időszakban, amit koncepciózusabb és hatékonyabb tervezés kapcsán, ha 2006-ban ezt meglépik, akkor nem tartanánk itt, ahol most tartunk. Természetesen azt is látva, hogy azért a világgazdasági folyamatok 2008-as válságot követően olyan törést szenvedtek, amivel 2005-6-ban még senki sem számolhatott. A legfontosabb változás az az, ami az intézményrendszer és a programokra is kihat, hogy a 14-20-as rendszerben egyrészt meg szeretnénk szüntetni a szétaprózott projektfelhasználást. Itt az előző szlájdokon láthatták, hogy mintegy 65 ezer fejlesztés valósul meg egymással párhuzamosan. Tehát számszerűen csökkenteni szeretnénk a közösségi pénzekből finanszírozott fejlesztéseknek a mennyiségét, viszont ezeket sokkal komplexebben szeretnénk a következő időszakban működtetni, és meg szeretnénk szüntetni olyan párhuzamosságot, ami igencsak abban az irányban mutat, hogy nem kellő hatékonysággal használjuk fel a forrásokat. A legfontosabb döntése a kormánynak, ami erre vonatkozik, az a forrásallokációban jelenik meg, amikor azt mondtuk, hogy a 7-13-as időszak 24%-ával szenvedett. Aznak a 8200 milliárd forintnak, amit az előbb évben mondtam, csupán a 24%-át használtuk gazdaságfejlesztésre, és ezt az arányt szeretnénk dominánsan megfordítani, és azt mondjuk, hogy a teljes keretösszegnek a 60%-a kell, hogy ezeket a célokat szolgálja, és hogyha az egyik oldalon adunk, akkor a másik oldalon természetesen el is kell vennünk, hiszen akkor azt mondjuk, hogy a 76%-a, ami az úgynevezett közcélú beruházásokat, a humán és a reál infrastruktúra fejlesztéseit szolgálta, azt pedig 76%-ról 40%-ra fogjuk csökkenteni. Az Európai Unió a következő 7 évre egy teljesen más fejlesztési
logikával közelít, mint az előző ciklushoz. Az előző ciklus legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a 2004 óta újonnan csatlakozott tagállamok felzárkózását segítse különböző mutatók tekintetében a nyugat-európai korábban már tagságot elnyert államokhoz, és ennek a felzárkóztatásnak a következtében hozzon létre egy olyan egységes piacgazdaságot, ahol valóban maximális fogadókészséggel, fogadó potenciállal rendelkeznek a 2004 után csatlakozott tagállamok. Hát ez is egy olyan vállalás volt 2007-ben, amit a 2008-as gazdasági világválság keresztül húzott. Ezért, amikor az új időszakot elkezdték tervezni az Európai Bizottságban, meg az Európai Tanácsban, akkor azt mondták, hogy szükség van egy egységes stratégiára, amely stratégia alkalmas arra, hogy 2020-ig az Európai Uniót, mint gazdasági és politikai közösséget a világgazdasági versenyben egy olyan pozícióban tartsa meg, vagy erősítse, amely akár a észak- és dél-európai piacok tekintetében, akár pedig a távol-keleti piacok tekintetében ezt a versenypozíciót erősíteni tudja, amit jelenleg az Európai Unió betölt. Ezért a 28 tagállam elfogadott egy egységes keretstratégiát, aminek EU-2020 az elnevezése, és ami 11 tematikus célt határoz meg, amit az Európai Uniós forrásoknak köszönhetően tagállami, illetve európai közösségi szinten el kell érni. Ilyen például, hogy az aktivitási rátát mindenképpen növelni kell. A kormány 2010-ben tett egy elég határozott célkitűzést, amikor azt mondta, hogy 10 év alatt 1 millió új munkahelyet szeretne létrehozni. És nagyjából ezzel a célkitűzéssel párhuzamba állítható az Európai Bizottságnak a célkitűzés, ami azt mondja, hogy az aktív korú lakosságon belül 75%-ra kell emelni az aktivitási rátát. A másik nagyon fontos célkitűzés, ami összefügg ezzel a kérdéssel, az oktatás rendszerének az átalakítása, illetve annak a megakadályozása, hogy nagyon sokan kiessenek az oktatási rendszerből azt megelőzően, hogy valóban valós és a piacon használható kompetenciákat szedtek volna magukra, ezért 10% alá kell csökkenteni a korai iskola elhagyóknak az arányát, és jelentős forrásokat kell arra fordítani, hogy az Európai Unióban élő, mély szegénységben élő emberek, akik a Központi Statisztikai Hivatal alapján Magyarországon mintegy 3 millióan vannak, száma drasztikusan csökkenthető legyen. Az egész Európai Uniót tekintve 30 millió fővel, Magyarország esetében pedig legalább 450 ezer fővel. A gazdasági működés hatékonysága természetesen nagyon szorosan összekapcsolódik azzal, hogy az energiafelhasználásban, tehát a bekerülési költségekben milyen eredményeket tudunk elérni. Ezért az energiafelhasználás tekintetében az energiahatékonyság 10%-os növelését tűztük ki magunk elé 2020-ig. Ez részben mutat már arra, hogy milyen típusú pályázatokkal találkozhatnak tömegével a következő időszakban, például olyanokkal, amelyek az energiahatékonyságot támogatják, és a megújuló energiaforrások részarányát a jelenlegi 7-8% közötti szintről 14,6%-ra, tehát közel 15%-ra kell emelni, duplájára annak, mint ami az előző időszakban volt. Itt a Telekom székházban nem kerülhetünk egy olyan kérdést, amire már a vezérigazgató úr is bevezetőjében említést tett, méghozzá a kutatásfejlesztés K+F+I ráfordítások arányának a növekedése. Ma jelen pillanatban a GDP arányosan 1,2%-ot használunk ezen a területen. Ezt az arányt kell 1,8%-ra felemelni 2020-ig. Egy nagyon kedvező tendencia az, hogy a kutatásfejlesztési ráfordítások tekintetében tavaly, illetve tavaly előtt a piaci szféra ráfordításai már meghaladták a kormányzati szféra ráfordításait, ami azt jelenti, hogy egyre több nagy multinacionális vállalat telepíti ide Magyarországra a kutatásfejlesztési tevékenységét. Ennek a trendnek szeretnénk a motorjai lenni akkor, amikor egy olyan fejlesztéspolitikai rendszert építünk ki, ami egyszerre van figyelemmel a hazai KKV-szektor fejleszthetőségére, és egyszerre veszi figyelembe azokat a nagyvállalati igényeket, amelyek ma a GDP hozzájárulások tekintetében nagyjából a 70-80% közötti szinten állnak. Ha új programokról beszélünk, akkor nagyon fontos új végrehajtási intézményrendszerről is beszélni, hiszen eddig Magyarország két rendszert próbált ki. Egyet 2004 és 2006 között, amikor minden minisztérium anélkül használhatta fel az Európai Uniós forrásokat, hogy valamilyen szintű központi koordináció megvalósult volna ezeknek a pénzeknek a felhasználásában, az akkori egészségügyi tárca az egészségügyi utóforrásokat, a közlekedés pedig a közlekedésieket, de nem volt egy olyan központi koordináció, ami azt figyelte volna, hogy Magyarország valóban azon a makropályán halad, amit akkor kitűztek a politikai vezetők az ország számára, és hogyha nem, akkor lett volna lehetősége bárkinek is beavatkozni.
Ezért 2006-ban született arról döntés, hogy létrejön a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, ami a kormányzaton belül a teljesen elkülönült szervezeti formában működik, aminek egyetlen egy feladata van, az Európai Uniós források hatékony és gyors lehívása. Azonban a válság bebizonyította azt, hogy amikor az Európai Uniós források finanszírozzák Magyarországon a közcélú beruházásoknak a 97%-át, akkor egy nagyon komoly érdekellentét alakul ki az adott területet felügyelő tárca és a fejlesztési ügynökség között, hiszen az első abban érdekelt, hogy a folyamatosan megújuló adott tárca érdekeket képviselő koncepciókhoz rendeljen hozzá Európai Uniós forrásokat, a fejlesztési ügynökség pedig abban volt érdekelt, hogy a lehető leggyorsabban biztosítsa az Európai Uniós források elköltését. Ezért ez a rendszer sem volt tökéletes, ezért a 2014. január 1-én felálló új intézményrendszer erre a két tapasztalati elemre támaszkodott. Döntöttünk arról, hogy a korábbi NFI-ben működő úgynevezett horizontális szervezeti egységek, amelyek makroszinten monitorozzák a programoknak a végrehajtását, makroszinten figyelik azt a pályát, amit itt az előző célkitűzésekben bemutattam önöknek, azok irányába tett lépéseket. Ezek a központi szervezeti egységek a miniszterelnökség keretében működnek, és ezek látják el ezt a makroszintű felügyeletet a programok felett. Azonban az irányító hatóságok, amelyek egy-egy témát kezelnek, azok bekerülnek abba a minisztériumba, amely minisztérium annak a témájának a legmagasabb szintű közigazgatási döntéshozó szerve, így a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a területfejlesztés és a gazdaságfejlesztés vonatkozásában jutott ilyen szerep, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a közlekedés és az energetika területén, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumának a humán programok tekintetében. És még egy jelentős döntés hozott a kormány, amikor azt mondta, hogy nem lehet Budapestről eldönteni azt, hogy milyen típusú fejlesztésekre van szükség Borsod, Nógrád vagy Békésmegyében, vagy adott esetben Győr-Moson-Sopronban, mert még az előző megyében alapvetően a nagyon komoly munkanélküliség jelent komoly problémákat, addig mondjuk Nyugat-Magyarországon, ahol ott van egy nagyon jelentős multinacionális vállalat az Audi formájában, az pedig azt tapasztalja, hogy nagyon kevés szakképzett munkaerő, akit alkalmazni tudnak. Ezért nem csak a minisztériumokat vonja be a döntéshozatalba a kormány, hanem arról is döntött, hogy a megyei önkormányzatok jelentős szerepet kapnak a területi források szétosztásába, együttműködve a minisztériumokkal, de mégis jelentős szavuk van abban, hogy milyen típusú támogatási konstrukciók kerülnek kiírásra az adott megyében. Ahhoz, hogy egy valóban sikeres 7 évnek legyünk a haszonélvezői, és azt mondhatjuk 2020-ban, hogy valóban sikerült megragadni az ebben rejlő lehetőséget, egy nagyon komoly partnerségre volt szükség, ami túlmutatott azon, hogy az állam jelentős konzultációt folytatott a stratégiai partnervállalatokkal, a különböző gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel, kamarákkal, a társadalmi szereplőket is szerettük volna bevonni ebbe a munkába. Megkezdődött azoknak az ágazati stratégiáknak a kidolgozása, ami a hosszú távú fejlesztési koncepciókat tartalmazza, és ami a 2020-ig elérendő legfontosabb célkitűzéseket, amelyek összhangban vannak az EU 2020 korábbiában bemutatott célkitűzéseivel, és ezek az ágazati stratégiák abban a minisztériumban íródnak, ami az adott területén felel. Emellett azonban tavaly év közepén társadalmi egyeztetésre bocsátottuk a partnerségi megállapodást és az operatív programokat. A partnerségi megállapodás az a horizontális szerződés, amit Magyarország kormánya aláírt az Európai Bizottsággal, és ami a 7 évre vonatkozó legfontosabb tagállami vállalásokat tette. Azok a vállalások, amiket az előzőben láthattak, ami még itt a távcsőben, itt a jobb felső sarokban látható, ezek egy-egy tagállam esetében hol alacsonyabbak, hol pedig magasabbak annál, amit az Európai Unió elvár, így a 28 tagállam átlag vállalásából jönnek ki azok a célkitűzések, amit a partnerségi megállapodásnak is alá kell támasztania. És ezeket pedig osztopszerűen tartják azok az operatív programok, amik egy-egy témára vonatkoztatva határozzák meg azt, hogy milyen támogatási konstrukciók, milyen célközönségnek, milyen támogatási intenzitással kerülnek ki írásra. Egy új hír, tegnap előtt, tehát e hét keddjén találkozott egymással Lázár János államtitkár úr és Johannes Hahn, az Európai Unió regionális biztosa, amely találkozó abból a szempontból is jelentős volt, hogy ez volt az utolsó olyan egyeztetés, ahol a kormány és a bizottság politikai szintű diskurzus folytatott egymással ezekről a dokumentumokról, és államtitkár úr Magyarország kormánya nevében ígéretet tett arra az Európai Bizottságnak, hogy idén februárban a kormány annak ellenére benyújtja a partnerségi megállapodását Brüsszelnek, hogy erre még április végéig lenne időnk, és március végéig pedig az operatív programokat is benyújtjuk, ami azt jelenti, hogy a 28 tagállam tekintetében az elsők között leszünk azok, akik abszolválták azokat a feladatokat,
amit egy-egy tagállamnak kell teljesíteni annak érdekében, hogy minél gyorsabban elinduljanak a pályázatok. Tehát azt gondoljuk, hogy március végén mi teljesítettük a házi feladatunkat, utána már csak a bizottságon múlik az, hogy tömegével mikor indulhattak meg a pályázatok. Beszéltünk egy konzultációról, ami nem csak Budapesten és nem csak a szakmai közönséggel zajlott, hanem a potenciális pályázói körrel, illetve azokkal a pályázókkal, akik a 7-13-as időszakban is győztesei voltak az Európai Uniós forrásoknak. És megkérdeztük tőlük, hogy melyek azok az általános vélekedések, amit az Európai Uniós források felhasználásában problémaként észlelnek, mire kell a kormánynak reagálni arra vonatkozóan, hogy valóban egy pályázóbarát intézményrendszer működjön hazánkban. Az első és legfontosabb az a tervezhetőség kérdése volt. 2010-ben a kormány arra tett vállalást, hogy megteremti a lehetőséget annak, hogy teljes egészében lehívjuk az Európai Uniós forrásokat, azonban abban a kérdésben kevésbé tudtunk változtatni a rendszeren, hogy jelentős súlyponti eltolódásokat végezzünk, akár a források belső szerkezetére vonatkozóan. Ezért azt elértük, hogy minden forrás hazajöjjön Magyarországra, arra azonban nem volt lehetőségünk, hogy valóban a leghatékonyabb pályázatokban tegyük meg mindezt. És többek között ezért is döntöttünk arról, hogy a következő időszakban minden minisztérium, ami Európai Uniós forrás kezel, negyedéves bontásba kell, hogy nyilvánosságra hozza azt az ütemtervet, hogy mikor milyen típusú pályázatok jelennek meg. Ezért nem találkozhatnak olyan problémák, hogy egy pályázat megnyílását követően az, mivel az egyedüli forrás, ami rendelkezésre áll, két nap alatt már kiismerül a meghirdetett keret, tehát egy tervezhetőbb, sokkal inkább kalkulálhatóbb fejlesztés politikai időszak következik. A másik nagyon fontos kérdés volt az, hogy az Európai Uniós források tekintetében mindenki tudja, aki erre pályázik, hogy nem elég megnyerni egy pályázatot, az önmagában egy bianco csekket jelent egészen addig, amíg meg nem valósul a fejlesztés. A fejlesztés megvalósulása pedig nagyon szorosan összefügg azzal, hogy önök erőt tudják-e teremteni a szükséges önerőt, akár saját pénzügyi tartalékaikra támaszkodva, akár pedig banki finanszírozási kondíciókat igénybe véve. Azért lássuk be őszintén az utóbbit, a gazdasági világválság, hát nem is azt mondom, megszüntette, de nagyon erősen csökkentette. Olyan hitelkamatok mellett lehet csak különböző pénzügyi eszközökhöz hozzájutni, amelyek az Európai Uniós források előfinanszírozását támogatják, amelyet egyetlen egy pályázat sem tartalmaz magába, és amely tekintetben nagyon kevés tartalék áll rendelkezésre. Ezért szeretnénk egy ilyen gördülő előfinanszírozást bevezetni, mi azt jelenti egy 10 forintos fejlesztés politikai példám. Ha valaki megnyer egy fejlesztést, akkor azonnal lehetősége van egy 3 forintos előleg lehívására. Ezzel a 3 forintos előleggel beindítja magát a fejlesztést, majd ha elszámolt ezzel a 3 forintos előleggel a részszámláival, újra visszakapja ezt a 3 forintot, és ezt mindig görgeti maga előtt egészen addig, ameddig eljutunk a 10 forintos példán belül a 7 forintos forrás felhasználásig, majd pedig, amikor eljutottunk eddig a szintig, akkor utána már nem történik újabb kifizetés, csak ennek az előlegnek, a nála lévő előlegnek a terhére történik meg az elszámolás. Persze ez nagyon jól hangzik, ehhez az államnak ki kell dolgozni egy garancia rendszert, ami több mint valószínű hasonlóan fog működni, mint a Széchenyi kártyaprogram, ami lényegében egy forgóeszköz finanszírozási rendszer. Ennek a kidolgozásán dolgoznak a kollégáim, és úgy tudom, hogy erről is fognak hallani a mai előadások során. Az átfutási idők csökkenése, nagyon-nagyon sok idő telik el átlagosan egy pályázat megnyerése, egy pályázati konstrukció kiírása és a tényleges pénzügyi elszámolás között. Ha azt mondom önöknek, hogy ez átlagosan ebben a 65 000 projektben 600 nap volt 2007 és 2013 között, akkor önök is láthatják, hogy ez egy olyan időintervallum, amit a jelenlegi gazdasági változások ütemét figyelembe véve nagyon-nagyon nehéz lekövetni. Ezt a kormány a 14-20-as pályázatok tekintetében átlagosan 300 napra szeretné csökkenteni. Természetesen egy nagyon nagy infraberuházás adott esetben több évet is igénybe vett, de azt szeretnénk, hogyha átlagosan a konstrukciók megjelenése és a győztes pályázatok megvalósítását követő pénzügyi elszámolások között nem lenne több az átlag időintervallum, mint 300 nap. A pályázatok elektronikus ügyintézése kapcsán jelentős lépéseket tettünk az elmúlt 3 évben. A 14-20-as pályázatoknál azonban teljesen megszűnik a papír alapú ügyintézés, ami most párhuzamosan működik az e-ügyintézéssel, ami úgy gondoljuk, hogy egy jelentős könnyebbséget jelent. És többek között azt is szeretném itt önöknek bejelenteni, hogy a 14-20-as pályázatok során az állami adatbázisok összekapcsolásával lehetőség lesz az, hogy semmi olyan adatot, ami más állami adatbázisban rendelkezésre áll, azt be kelljen önöknek pályázóként nyújtania. Tehát ha mondjuk beszélünk egy nullás navigazolásról, vagy egy cég nyilvántartási adatról, akkor ezt az Európai Uniós forrás közvetítőjének kell
a dokumentumokhoz csatolnia, nem pedig önöknek pályázóknak, ezáltal is csökkennek azok az adminisztratív terhek, amelyek önöket, mint pályázókat érintették. Az egyablakos pályázati elbírálás tekintetében itt nagyon fontos arra is kitérni, hogy nagyon jelentős költségek vesztek el a pályázati rendszerben különböző humán, mondjuk soft programoknak köszönhetően. Tehát az, hogy önöknek egy tolmácsra volt szükségük ahhoz, hogy európai uniós forráshoz hozzájussanak, kellett egy pályázatíró, aki segített lefordítani ezt a nagyon érdekes brüsszeli nyelvezetet az önök nyelvére, majd pedig visszafordítani ezt a pályázati források közvetítő irányába. Ezt szeretnénk megszüntetni, szeretnénk annyira egyszerűsíteni a rendszert, hogy önök képesek legyenek pályázóként a saját pályázataik kezelésére, és ezáltal kivonni azt a szolgáltatási csomagot ebből a rendszerből, amit a pályázatírás project management jelentett, ami nagyjából 15-20%-át vitte el egy-egy fejlesztésnek. Tehát ha azt mondjuk, hogy a kormányzati célkitűzések tekintetében a lakosság irányában a rezsicsökkentés az egy fókuszban lévő célkitűzés, akkor a fejlesztés politikai rezsicsökkentés ezzel a 10-15% megtakarítással jellemezhető, amit ilyen soft költségek helyett arra lehet fordítani, hogy egy pályázat magasabb minőségen valósuljon meg. Az átlátható bírálati rendszer tekintetében azt szeretnénk, hogyha a kisebb értékű pályázatoknál itt ennek az összeghatárja még nem lett véglegesen meghatározva, bevezetnénk egy automatikus elbírálási rendszert, és azok a pályázók, akik a kormány által meghatározott normatív feltételeknek megfelelnek, azok a pályázat rendelkezésre álló forrásának a terhéig automatikusan jutnak hozzá a támogatásukhoz. Operatív programok, amelyek számszerűen 15 programot jelentettek 2007 és 2013 között, számszerűen csökkennek, és a 15 operatív program helyett összesen 8 marad, ami a 14-20-ban a fejlesztéseket szolgálja. A legjelentősebb csökkenés az úgynevezett területi operatív programokban található, ezek az úgynevezett regionális programok, amelyek számszerűen 7 programban öltöttek testet. Ezeknek a száma 2-re csökken. Az egyik a Közép-Magyarországi régiót jelentő versenyképes Közép-Magyarország operatív program, a másik a területi operatív program, ami a másik 18 megyéjét jelenti az országnak. Azért, mert Magyarországon két régió kategória található, a kiemelten fejlettnek minősülő Közép-Magyarországi régió, és a kevésbé fejlettnek minősíthető egyéb területek. Azáltal, hogy ezeknek a operatív programoknak a számát csökkentjük, lehetőséget adunk arra is, hogyha azt látjuk, hogy egy térségben sokkal magasabb a projektek pénzügyi forrás felszívó képességi, mint az ország másik régiójában, akkor ezt követően brüsszeli engedély nélkül tudunk átcsoportosítani forrásokat kizárólagosan hazai döntéshozatali körbe. És végezetül a legfontosabb kérdés, amit én mindig megkapok ilyen előadásokon, hogy mikor jönnek meg az új pályázatok. Ahogy mondtam, önöknek a kormányzat a házi feladatát február, illetve március folyamán befejezi. Benyújtjuk az operatív programokat, ezt követően pedig kizárólagosan a brüsszeli bizottság engedélyétől függ az, hogy mikor lehet a pályázatokat kiírni. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyjából nyár közepén, június-július fordulóján jelenhet meg mind a 8 operatív programban a pályázatoknak a tömkerege. Addig pedig jó felkészülés, sikeres konzultációkat, a mai napra pedig egy valóban érdemleges párbeszédet kívánok önöknek. Köszönöm szépen a lehetőséget!